Üdvözöllek, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe a vállalkozás az, amikor egy vékony trótkutya lemész 100 méter magasan, és nincs alatt a védőháló. Miért gondolom ezt? Mert igazából, ha belegondolsz, egyrészt a vállalkozás az egy gondolkodásmód, te valami jobbat, szebbet akarsz elérni, és most hagyjuk a kényszervállalkozásokat, hogy nem volt más választásom, hanem te egy jobb életre vágytál, és emiatt kezdtél el vállalkozni. Viszont ha megnézed, a világon mindenki ellened van. Az iskolák is semmi más nem csinálnak, mint alkalmazottakat termelnek a nagy multiknak, és semmi másról nem szól az iskola. Beletesznek egy skatujába, beskatujáznak, te ebből éljél, ebből nem lehet kijönni, ezt nevelik beléd, hogy keretek vannak, és azt nem szabad átlépni, mert abban a percben, hogy te átléped, már meg is tudsz gazdagodni. Nyilván azokat a kereteket, amit ők szabnak, igenis át kell lépni, ugye az iskola arról szól, hogy ne lépd át, ne legyél alkalmazott. És a vállalkozás, ha csak belegondolsz, hogy mi vesz minket vállalkozókat körül. Tehát azért jók ezek a vállalkozói klubok meg egyedek, mert hasonló gondolkodású emberek vannak ott, ugyanis hát én ugye voltam alkalmazott is, mint mindenki más is, tehát nyilván én is azzal kezdtem. Az egész történt arról, hogy a vállalat, mert hogy ő ilyen kocsit vesz, tehát igazából az irigykedés, a nyírás, a fúrás, a faragás. Ha egy állami céghez bemész, mint vállalkozó, lehet egyébként az a naftól kezdve bármilyen cég, ott mindenki úgy néz rád, mint egy véres rongyra, hogy te neked jobban megy, mint neki. Ő majd eldönti a 100 000 forintos alkalmazott, hogy te a több millió forintodat hova tedd, meg miért különös, hogy miért nem adózol, meg hadd ne soroljam. Tehát konkrétan inkább csak ellenséggel találkozol, ezt nyugodtan mondhatom, mindenhol. Lehet, hogy a hangvétel nem ellenséges, mert sokat finomodott egyébként az utóbbi időben, de ettől függetlenül ők ellenségeid neked, ha hiszed, ha nem. Tehát nem az ő társaságukat kell keresned. És hogyha ezt a vékony drótkötelet és védőháló nélküli létet, hát nem akarod magad összetörni állandóan, akkor igenis keresni kell az olyan helyeket, mondjuk, hogyha én ingatlan befektető vagyok, hogy ingatlan klubokat keresek, olyan emberek társaságát keresem, akik szintén hasonló gondolkodásúak, mint én, és nem azokat, akik engem lehúzhatnak. És ez az egész, és ez lesz neked egyébként a védőhálód. Mert először nincs alattad semmi, viszont ha van eszed, akkor ezzel a lehetőségekkel egyébként élsz, még akkor is, ha nincsen időm, meg egy legtöbb ember vállalkozó is ezt hajtja, de igenis erre legyen időd, mert magányos maradsz, és az a védőháló, hiába leszel milliárdos vállalkozó, láttam milyen példát is, és csődbe mész, és nincs védőháló, és puff a földre se vagy azon áll. A védőháló, a te tudásod, a hasonló gondolkodású emberek, mert ők lehet, hogy már előre látják, nekem is volt ilyen barátom, és szólt, hogy figyelj, nem fizet, nem akar fizetni. Tehát ők látnak olyan dolgot, amit te, hogy benne vagy a mindennapokban, nem látsz. És ezeknek az embereknek a tudását igenis igénybe kell venned, mert ők látnak, és ők a te, mondjuk úgy, hogy védőhálóid. Tehát ki lehet ezt építeni, viszont egy bizonyos tudás, bizonyos alázat kell, ugye a sok ellenség miatt, kell neked hittel, és többek között ez is benne van az Ingatlanos Álmok című könyvemben, hogy én ezt hogy értem el, és mondhatom azt, hogy egy kitaposott úton haladtam, és ez a kitaposott út a védőháló, viszont az is fontos tudni, hogy ezt a kitaposott útat, ezt tényleg ezt végig kell járni, és akkor lesz a vége, hogy több ingatlanod is lesz, és kényelmesen hátradőlhetsz, mert van alattad védőháló, és már nem drótkötélen sétálsz, hanem egy 10 méter széles úton, ami meg is tart téged ráadásul. Jó? És ez az ingatlan, ez pontosan az, hogy ez megtart téged. Jó? Köszönöm, hogy megnéztél. Szia!